Szevasztok, szevasztok! Én egy kicsit hamarabb bejöttem és elkezdtem itt gyorsan a izért, egy segítőt ráállítottam a szántásra, mert ugye most már, hogy ne szántással teljen el az idő, rögtön az elején, és közben megnéztem, hogy esetleg a sörgyár hogy áll, meg a cukorgyár hogy áll, de úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon belehúzott a termelésbe, úgyhogy értékesítenem kell a megtermelt sert és a cukkerájt, bár a cukrot nem néztem. Még egyébként agyalok, hogy a komposztot is, meg a fűrésztelepen, ami termelődött fűrészpor, vagyis hát faapríték, hogy azzal is kéne valamit kezdenem. Úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan aktívnak kell ma lenni, ezzel végzek, ezzel a szántással ledüllőzöm a két végét annak a másik földnek is, aztán ráállítom a segítőt a szántásra, bár lehet, hogy a másik traktorral kéne húzatnom ezt az E2-t, de nem, az nem tart olyan sokáig. Mindegy, bérelni fogok egy teleszkópos rakodót, vagy mit tudom én melyik rakodót, amelyikkel fölérem a teherautó pótjának az oldalát, és nagyon gyorsan elkezdem eladogatni a szajrékat, mert csak ott áll benne a pénz. Aztán én meg nagyon-nagyon rá vagyok szorulva, mivel a kombányomat is le akarom cserélni a következő betakarítás előtt. Most már a izét is lehet, hogy el fogom adni, a ponszit, mert fát nem fogok vágni. Ugye, ahogy mondtam, terveim szerint ugye a Moonlight Map-on valószínűleg, hogy ez lesz az utolsó rész, mivel én amit akartam, elértem. Na, nem is biztos, hogy becsukom, verje? Ne csukd be! Így. Adjad. Elférek én itt, igaz? Kicsit helyigényes, de meg lehet oldani. Két végét leúzom, aztán akkor a segítő már talán tud vele valamit kezdeni. Mindahogyan el kell vinnem a sört, meg a cukrot, mert úgy gyerekek, hát nem ezért dolgoztam, hogy az meg ott menjen tönkre. Jó nagyon ez az eke. Ez a stivis cucc. Hasznos, hogy ilyen széles. Bár mondjuk ez megvan nekem 19-be és 22-be át kéne rakni. Akkor meg aztán végképp hasznos lenne. Ja, de várjál. 22-be is van nekem valamim. Annyira egybefolynak a játékok, hogy már nem tudom melyikben mi van. Ezért kéne most már... annyiféle farmingot csinálni, hanem csak egyet. De hát a döntés az még nem született meg, hogy melyik legyen az az egy. Tizenhétre vannak fasz a retro módok, retro mappok, de valahogy 17-ben nem igazán gondolkozok, mert ott azt már kiéltük, hanem 22-re kéne valamit kiagyalnom. Kicsit megtorpant a map készítés, de reméljük lesz belőle valami 22-re. Módok már vannak hozzá, retro módok. Tegnap megnéztem az FSH módingot, nem tudom, hogy mondtam-e. Hát az valami
Az valami föltelmes. Nem akarom bántani, de muszáj lesz bántani az FSH moodingosokat, mert ilyen szarvas hibákat csinálni, hogy egy papírfával pótolni a dolgokat, papírfát berakni 22-be, ami gyakorlatilag már hát a 17-ben már nem nagyon vannak papírfák, csak a gyengébb módolt mappokon. Nem is érdemes arról beszélni, mert a 15-ben az alsó illakkal produkáltak faszát, a 19-ben az alsó szeget nagyon eltalálták, de 22-ben ez az FSH mooding V5 map, ez én nem tudom, hogy már biztos vannak olyanok, akik élvezik rajta a játékot, csak azt nézik, hogy na MTZ, aztán húzom, de azt nem nézik, hogy mi is az az alap, ami játszanak. Na jó, de hát ennyit a 22-ről. Maradunk most itt a 17-be, ahol viszont azt mondtam, hogy rábízom a segítőre, attól függetlenül én csinálom. Nagyon jó. Mert már megint elkalandoztál, Laci, már megint. Nem is tudom, hogy mennyi izén van. Mag a vetőgépbe, szerintem azt is föl kell töltenem. Szerintem nem is fogok ezen mit agyalni. Egy az egybe szójababot, vagy inkább repcét. Az olyan szép virág. Azt fogok vetni. Az hoz is lóvét. Ugye most már szalmára nem van szükségem. Komposztáló is tele van. Azt is még el kéne hordanom, de ha csak az üvegházban jó a komposzt, akkor baszhatom, most meg kimondom. Ide berakom ezt az izébe a fa alá, ezt az ekét. Mi van ezen főkapcsolva, a villany kikapcsolta föl? Mert jó, úgy felejtem, és akkor lemerül az aksi. Ja, meg annyit csináltam még, hogy összekapkodtam a tojásokat, tényleg azt is el kéne adnom, mert csak állnak a zsebembe a milliók, mert a zsebembe gyűjtöttem. Csak pikpak. Jó. Így, ne? Ez a mag. Gyorsan át is állítom. Azt mondja, hogy virágra. És akkor műtrágya. Jó. Az erdő felüli oldalt azt lehúzom. Inkább kétszer, mint egyszer se. Ne botladozzon ott a fákba. Segítő, és akkor hadd menjen. Az egyik farmingos kollégának mondta annó a barátnője, hogy repcére, hogy úgy de szép ez a virág.
Már mint élőbe. Amikor elmentek egy epcetábla mellett. Hát megkerülöm ezt a fát, nem akarok én itt tolatgatni. Mondjuk azt is megcsináltam volna, hogy kiveszem innen ezt a pár darab fát, kimarom a tuskót. Erre is kiszélesítem, arra is kiszélesítem, de én már nem akarok ezzel tökölni. Mi? Ja persze, megtöltöttem a vetőgépet. Most néztem, hogy mire ment el a pénzem. Mire vont le. Kicsit kiebb engedem el. Mert itt a szántás, nem tudom, hogy hogy passzol. Na, eredj a dolgot. Ó, téged meg itt felejtettelek, nem baj. Vonsz, jó van, még maradhatsz. Na, mit is, ezt így viszem el. És akkor föl kell vennem a raklapótot, ezt az autólódosat. Ja igen, mert a sört el kell vinnem, meg a cukrot. Ja, és akkor megint csak figyelnem kell a izéval, a kiállással, hogy várjatok, az időt kicsit följebb rakom, hogy a cukorgyár is jobban dolgozzon. Figyelnem kell a izéval, a fölpakolással, meg a fölpakolásból való kiállással, mert ugye melósok lenyúlnak egy raklap sört. Hajlamosak rá. Így a bokor. Hú, mennyi forgács. Szecska. Vagy mi a lófasz ez már. Papríték. Ó, várjatok, hát van itt izé csöcs. Kijöntő csöcs. Akkor lehet, hogy csak alá kell tolnom. Hát, de nem biztos. Ahó, na várjunk csak. Ez nem hiszem, hogy ad ki. Várjál. Hát, ennek nincs tigere. Tiger nem látok, úgyhogy szerintem ez nem fogja kiadni itt ez a kijöntőnyílás, de hát megpróbáljuk. Na, ez nem aláment. Alatta van. Na, semmi. Semmi. Jó, hát akkor ezt úgy kell belekanalazni majd. Jó. És meg kéne keresnem a izét. Hogy hova is raktam a... az autólódost. Ja, ott van né. Ő mennyi raklappa rajta. Hú, és ott is mennyi van készen. Na, helyédni. Most itt ki kell megint találnom, hogy... Várjál, csak azokat föl kéne vennem, igaz? B. Ja nem B. Mivel veszem? X-el veszem fel, igaz? X. Hát miért azt a kicsit vetted? Höl! X. Na várjatok, nem látok lófasse, föl kell kapcsolnom a kis villanyt. Nem fér rá talán több, nem mutatja, hogy hány százalékon van. Na, vedd föl csak a többit is, nem veszi föl. Jó van. Elviszem, teszek le amennyi lefér a cukorgyárhoz, meg amennyi lefér a sörgyárhoz.
és már megint billentyűvel, és akkor szerintem a sör az föl fog férni, meg akkor a raklap is mehet eladásra, ami megmarad. Az üvegházzal nem fogok foglalkozni, gyerekek, nem. Nem az én világom most ez a izé, ez a... hogy itt... zűtségezzek. Mi? Nagyon nagy a csönd. Itt a cukorgyárba. Na várjál, valamivel ki kell oldanom. Mit nyomtam az előbb? B-t? Jó. B, Z. Úgy. Jó. Most akkor megnyomom az X-et. Összekapja a fölöslegeset. Hogy szedd össze? Várja, hogy kéne ezt csinálnom? Úgy tűnik, hogy ide nem nagyon kell raklap. Sőt, azt is felvettem. Hoppó. Na várjál, akkor B. Azt mondja, hogy Y. B. Nem. Hogy a fene egye meg, azt mondja, hogy... térkép. Jó. G. X. Jó. B. Z. Nagyon jó. Beállok szépen ide a sörök mellé. Hú, de gyönyörűen beálltam. Azt a büdös mindenit. Sikerült. Na, várjál. Ajaj. Kicsit bénázok. Még meg se kóstoltam a sörömet. Milyen sört gyártok. Úgy. És jó nagy ívbe kerülöm ki őket. Megint csak. Jó. Hát nehogy már. Ezért szenvedek én vele itt. Jó pár éve, hogy itt megigyálk a melósok. Hű, mennyi cukor van, azt. Na várjál, ide is így kéne beállnom valahogy. Jaj, és ott van izé is, pempő is, vagy mi az? Cukor, cukorszirup, vagy mi az? Többit nem akarod fővenni? Én messze álltam? Vagy mi van? Aha, ezért volt itt csönd. Tele volt a... Jó, azt is, azt is, azt a kettőt vedd már fel. Jó, még ott van egy. Nem mutatja, hogy tele van-e vagy nincs. Jó, hát ezt már nem veszi föl. Na nézzük csak, hova kell leszűnni ezt az F1-et, bezárom. Cukor meg a sör. Vajon a cukor? Most melyik itt a cukor vajon? Ez lehet, ez kocka cukor. Hát mindegyiket a kóba veszik. Mindegy, hogy mennyit adnak érte. Itt ebből csak milliárdok gyűlhetnek. Ja igen, és akkor most megint figyelnem kell a izére. A zenére. Jó van, cukorból nem vettek le. Húha. Apukám, és már megint éjszaka lesz mindjárt. Ó, ajjajjajjajjaj. Nem baj, megtekerem egy kicsit az időt. Vagy most visszaveszem, és akkor utána majd megtekerem. És visszaveszem, hogy... Hogy-hogy?
Hát ezért a sörér 6. 6, ugye? 1, 2, igen, 6. 6 raklap sör. Mennyi ez? 4 raklap cukor. A sörért biztos, hogy fogok kapni egy 150 ezeret, 200, nem tudom, de egy 150-et biztos. Na itt szok... Ja, hopp, 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 várja, 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 várja. Meg kéne állnom, ugye, a tojást eladni. Így. 1060 pénz a tojás. Azért az nem semmi. Magyar külföldiek, akik külföldön... Na, ezt jól megmondtam. Tehát külföldön dolgozó magyarok egyhavi fizetését kaptam meg tojásból. Kicsit nagyobb ívbe megyek, hogy... Ez itt volt ez a templom? Ú, de jó néz ki. Várja, hol kell bemenni? Eljöttem mellette. Ma olyan régen voltam a klubba. Így. Jó, 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 menjünk, menjünk, mert... Ez a zene, ez... Ez gebaszt okozhat nekem. Na, azt mondja, hogy... X... Z. Jó, jó, már szed is. Az így már kapásból félmillió. Félmilliónál leszek biztos. Aha. Jó, összetörik a hordó. Ez alumínium. Az Erwin, hogy örülne neki. Mi? Mi? Hát... Hát kapjátok már össze magatokat. Ja, lehet, hogy megmámorodtak ezek a cukorraklapok a sörtől, a sör mellett. Aha. Ez itt a gebasz. Jó van, szedi a cukrot is szépen. Szerintem fél millióra biztos, hogy föl fog menni a kasszám tartalma. Még a cukorból még mindig kell elhoznom. Meg ott van az a cukorpép, vagy mi a túró az. Ajaj, át is fogom lépni a milliót. Vagy na, fél milliót. Most, hogyha én éneklek, akkor azért nem kapok copyrightot valószínűleg, ugye? Szerintem nem. De nem biztos. Mert az én zenei tudásom és a hangom... Az valami fenomenális. Minusz 92 euró bérköltség. Hát, határeset, hogy elérem a fél milliót. De meg lesz. Ajaj. Vígan. Hát most csak itt ezzel a fuvarral kerestem 200 ezret. Sőt, még többet is. 220 ezret. Elhozom még a maradék cukrot, hogy azzal ne kell, vagy legalábbis felrakom a izére a pótra, hogy ne kelljen vele bajlódnom. Vagyis, hogy ne okozzon problémát ott a melósoknak, nem dolgoznak.
Remélem, hogy itt ezen a ponton át fogják venni tőlem a komposztot, mert ha nem veszik át, akkor... Hát akkor se esek kétségbe, mert a faforgácsot azt mindahogyan pénzét tudom tenni. Maci papa írta az előző rész alá, hogy jó a duda ebbe a teherautóba. Hát ilyennek kéne, hogy legyen, vagy ehhez hasonlónak kéne, hogy legyen a nagyobb traktorokba is. Ami ugye nincs bennük, hanem ilyen szutyok van benne. Na mennyi már, hát bazd meg, itt szutyok. Most nem tudtam elmenni tőle egyenesen. Hú, de rá közelítettem, ez meg izé. Tükröt beúszta szerintem. Tudja, hogy behajtotta. Na, LTS-be is szokott az Otto ilyet csinálni, hogy a körforgalomba így halad be. Én nem? Meg a Maci is, csak úgy hozzáteszem. Ja, ja, a cégvezető. Én nem szoktam ilyet csinálni. Kipróbálatlanul marad a húsüzem. És... Ó, bassza, meg egyel elrébb jöttem be. Ja, hát a húsüzem maradt kipróbálatlanul. Meg az üvegház. De hát nem lehet... egyszerre mindent csinálni. Ez meg a sörgyár. Hát hol ott? Eljöttem a cukorgyár mellett. Jó, és még ott van az izébe, ugye... az üzemanyag készítőnél a... ami a fene? A műtrágya, vagy a folyékony trágya, mivel kapcsolom be X-el? Na, azt a darabot még szedd fel. Úgy. Na, várjatok egy kicsit, mert... egy kicsit megpróbálom közel tolni, úgy. Ott van még egy kicsi, azt vedd fel. Az már nem kőnek. Jó, van, akkor megyünk át a másik oldalra. Ugye ezt argoncával illene csinálni. Ezt nem veszi fel? Ez már más kategória? Ez Big Palettes? Vagy mi a jóisten ez? Verpozíción. Vagy mi van ez ennél? Big Palettes? Hogy lehet ezen izét állítani? X, ez itt jó. Na várjál, mi vagyunk a póton. Ezt miért nem veszi föl ezt a pempőt? Vagy nem ennél a pútnál van az a Big Palettes, meg több mi... Ja, dehogy, nem jó van akkor. Hát gyere már egy kicsit... Ápukám, hát... Jó, most ezért jöjjek vissza. Jó, van mindegy, elviszem a maradék raklapot is. Azért is kapok egy... valaglóvét. Így a darab sörömet lenevegyétek, vagy az egész raklapot, mert olyan verekedés rendezek, hogy nem látszunk ki a porból. Kicsit mondjuk húzhatták volna az érzékenységét ennek a raklappótnak. Autólódosnak egy kicsit távolabbra is. Az már nem fér föl. Hát oda egy sor még főférne. Hely, hogyha most bent lenne az erőmód, akkor fölraktam volna kézzel. De mindegy. Közben nézem a... Jó.
nézem a pénzemet, hogy megy-e lefelé, akkor még dolgozik a segítő. Nem is tudom, mit kéne bérelnem. Szerintem kerekes rakodót, mert annak azt hiszem 30 ezres a kanala. Ugye, vagy 10 ezres, nem hülyeséget beszélek, nem 30 ezres. És ezzel egy-két szóból meg tudnám rakni a pótkocsit. Meg jó, hogy a kóp ilyen sokáig nyitva van, este 8:30-kor még nyitva van, ezt még lepakolják nekem, elszortírozzák maguknak, vagy behordják. Zsák utca. Itt ez a rész, ez nem szép. A mapnak ez a része. De itt a falu része szép, főleg az a templom, az földobja. Mondjuk azt nem néztem még, hogy temetője van-e. Hep. Na, megint egy... Zé. Ej, de remegnek, mint a kocsonya. De vonja a pénzt, vagy adja a pénzt, jó van. Tőlali. Addig átugrok, megnézem a segítőt. Ó, de ügyes vagy öcsém. Közben már elindultott a végébe, hogy néztem a növekedés. Nem baj, ha végez a vele, akkor áttekerem reggelig. És akkor... Ja, tényleg addig bérelek egy kerekes rakodót. Vagy mit? Ez ennek a... Várja, melyik hol vannak a... Hogy itt nincs osztályozva? Nincs. Ennek hány ezres? 6 ezres. Nem 10 ezres volt ez? Hogy nem 10 ezres vagy? Akkor ennek 10 ezres a lapátja? Nem. Ha, miért emlékeztem én 10 ezresre? Bár nem tartana sem eddig megcsinálni 10 ezresre. Egy ilyen bérlés. Na. Így, meg egy ilyen is. Bérlés. Jó. Közben ez meg számol, mint a bajnok. Jó, fogy a raklap is, oké. Most nem voltam benne biztos, hogy ide kell lehozni. Ezt szerintem már nem kell megvárnom, hogy leszámolja. Ügyesek itt a bótosok, bótos nénik, aztán megoldják magukba. Gyorsan, gyorsan. Így majdnem elütöttem a kis szőkét, vagy barnát. Plusz 146 ezer. Na hát ezt se hangyák hordták össze. Éj, és jön be, jön szembe. Ennyi, mert megtollak.
beférek elé? Oh, vegan. Kicsi lassításra kényszerítem, de hát ez a sorsuk. Forgácsot nem kell messzire vinnem, de hát akkor is el kell vinnem. Váratlanul abbahagyta a melót. Valami elfogyott. Hipsz egy bokor sor. Várjatok, hogy ne legyen ez itt útba. Én ezeket fölkapkodom inkább. Így, meg még egy picit így. Meg akkor onnan is így. Azt a büdös mindenit. Na már megint. Napvilág, itt szaka. Napvilág, itt szaka. Úgy, né. Ezzel ráállok gyorsan a pótra. Pótra. Kicsit még mehettem volna előrébb, ugye? Azokkal mi a jó Isten csinálok? Azokkal a deszkákkal. Hát semmit. És még itt is van deszka. Nem is ide kéne állnom. Nem kicsit kijebb. Így. Jó. Hű, a mag fogyott el. Na. Mehetek megtölteni. Hú, apukám, meleg, való melegebb van. Világosabb van mind nappal. Nyíjjá, kifelé nyíjjá. Hol hagytad abba? Öcsi sajt. Ittene. Jó. Mert. Mindig alá tekerve hagyom a kormányt. Égyni. Mert mondjuk ide nem is nagyon kell felkapcsolnom a világítást. Így föl fogom én ezzel érni vajon a zúdalását a izének? Ennek. Aha. Hát remélem. Amíg elcammogok vele, addig szerintem a... Hoppá! Segítő végezni fog. Ez az erős fény, ez okoz némi problémát szerintem a játéknak. Milyen duda van ebbe? Na ebbe Trabant duda van. Na mondjuk a targoncához, meg ezekhez a rakodókhoz kimondottan ez illik.
50 ezer van benne. Egy pót. Nem egészen, mert 47 ezres ez a pót. Hoppá, mi van ennek? Van pereme. Igen, ez jó, mert ilyen izé külön a kanalat lehet billenteni. Hűha. De gyorsan tele. Ah, és ez még dolgozik. Én nem emellé öntött be ezek. Érdekes, sokszor hallgattam ezeket a fa munkásokat így a fa telepen, és nekem olyan, mint hogyha azt mondaná, hogy izé. Péter, ugye nem vagy itt? Mondjuk nem sok értelme lenne, hogyha ezt mondaná, de hát valahogy ez ugrik be. Várjatok, hallgassátok csak meg. Hol adok hangerőt? Környezet. Csak egy kicsit. Most nem mondja. Nem tudom, hogy hallottátok-e, de szerintem olyan, mint hogy azt mondaná, Péter, ugye nem vagy itt? Azt a vides mindenit, még le se teszem a kanalat, már merít is, és már tele is van. Ebből még fog kijönni szerintem. Ide forg ezé falpríték. Na mindegy, ez is csak plusz zseton. Nem bírom, ugye nem veszed vissza. Nem jó. Mit fogok csinálni a komposzttal? Elméletileg ugye 47 ezeres ez a pót, tehát akkor olyan 3000-nek maradnia kell a... ...fajzéből. Mi van, abba hagytátok a melót? Falprítékból. Így... Rakok a hátuljába is. Ez ugye csak melléktermék, tehát ásegítő befejezte a munkát. Tehát plusz pénz. Még fér. Jó, mindig azt izélom, hogy visszaveszi a kanál majd. Ha hálsegítőt nem teszem át a másik földre, azzal se vesztek semmit. Na, ebből a kanálból viszont maradnia kell. Am
is tudom, hogy hova kéne töltenem, mert már így is pulpos. Nem tudom, hogy melyik a komposztnak a zikonja. Ezért nem tudom elvinni a bútba. Vagy hát nem tudom, hogy hova kell vinni. Vissza is burítom ide. Ez itt mennyi? Ez is 10 000 liter. Liter. Iha. Várja. Miért nem akarod fővenni? Most a falprítékot szépen felvetted. Ezt miért nem akarod? Mi? Na jó van. Ne bíbelődjünk ezzel. Na, azt mondja, hogy nem Alt-R, hanem Ctrl-R. Jó, fatelep szerte nagy a faapríték kereslet. Hát, bezzeg. Elviszem Iskomám. Itt meg szerintem elfogyott az üzemanyag. Mondjuk ott egy fa még ott van a izé mellett. Várja, ez fölveszi? Jó. Mondjuk izé, így kéne. Ez az. De rajta itt a világítás, egy picsen kell rugdosnom ezt a segítőt. Legközelebb figyeljen már oda. Ha itt meg már beérett a szajré. Beám. Ugye a szomszéd földjét úgy vettem meg, már alapból, hogy egyszer lehigt rágyáztam. De hát az már olyan mindegy volt. Mert egyszeri műtrágyázásra van állítva a játék, és a vetőgép is műganyézik. Azon gondol, azon agyalok, hogy ezt itt, ezt a felét, ezt én le fogom húzni még egyszer, mert ez a nyüves segítők, ezek itt mindig itt hagynak egy-egy kis izét, csíkocskát. Én meg ettől a fától, hogyha látnék valamit, az jó lenne. Befogja? De. Jó. Ezt nem gyorsabban kéne húzni, ennek 13 a munkasebessége, csak úgy érdeklődök. Van, mint hogyha fontos lenne. Lehúzom azt a felét is, és aztán hogy csinálja a segítő. Ezért csípem az ilyen gyáros mappokat. 22-ben találtam egy mappot, amin van sörgyár, de egy olyan egy semmit mondó hútlapos. A telephely az olyan, hogy azt a kurva, egyetlen egy szín van.
ahova be lehet rakni a gépeket, se egy gazdasági épület, se egy gabonasiló, egy bunkersiló, egy állatól, vagy valami, és nem beszélve arról, hogy a kezdőgépek nincsenek megadva. Tehát még könnyű fokozaton is egy befejezett, nem is tudom, még a bétának se nevezhető map. Annyi, hogy van rajta sörgyár. Mert úgy gondolta a készítő, hogy na, én beraktam a sörgyárat, ha akarsz vele valamit kezdeni, akkor majd fejezd be, alakítsd ki úgy magadnak, ahogy tetszik. Na nézzük, mennyit kapunk ezért a faforgácsért. Ezen is rajta maradt a világítás, ez biztos, hogy nem én voltam, mert én nem szoktam főkapcsolni. Tehát 100%, hogy nem én voltam. Ja, már mutatja a borítási lehetőséget, de hát hogyha oda kiburítom, akkor ez olyan bután néz neki. Így. Igen. Jó, akkor ide. Így. A gyerekek, 32 000 kaptam ezért a 47 tonnáért. Ez tökéletes. Ez tökéletes. Amíg a segítő elveti a izét, a másik földemet, addig én ezt megrakom és megnézem, hogy... közelebb kéne állnom. Hogy ezt hova tudom eladni vajon. Jopá, állítsam le. Hogy miért távolítok ki ennyire a gépből? Na. Mi ez? Ezen is rajta maradt a világítás. Hát gyerekek, ezt a anyagságot. Mi lehet a komposztnak vajon az ikonja? Akkor beszívok, hogyha nem lehet eladni. Én meg ide termeltem ennyit. És ha csak az üvegházba jó, akkor... üvegház, ott kéne megnéznem. Na várjatok, csak inkább nem is izélom. Nem is etetem addig ezt a gépet. Nem is rakom addig meg. Elugrok az üvegházakhoz. Melegházak. Szinte tüzesek, úgyhogy vigyázni kell vele. Hogy mi az ikon. Úgy de lassan futok. Már mintha mutatna, ide kell a ganyi. Ide raklap, ide doboz. Nem is kell, izé? Na várja, vagy... Siló setting manuál start. Nem. Rö. Manuál, jó, ez nem az. Hát mi lehet az izének, a komposztnak a... az ikonja? Akkor ide nem is kell komposzt, ide vagy komposzt kell, vagy trágya. Jó, hát a boltba biztos, hogy nem kell a kóba.
komposzt. Így. Mindegy. Nem is rakom tovább, szerintem. Hanem megpróbálom elvinni. Ezek izék, ezek az üvegházas cuccok, ez sör, ez kockacukor, vagy hát cukor. Ez nem tudom mi. Meg ez se. Ugye van itt sajt. Akkor. Ez a falpríték. Szén, a szalma, meg ugye izét, ganyé. Ja nem, ez a trágya. Jó. Várjatok, nekem van egy gyanúm, hogy lehet, ugye, hát nem hiszem, hogy ide kéne a komposzt a falpríték helyére. Nem rakok bele többet, mert ha nem kell a kutyának se, akkor jó van, akkor csak az üvegházba kellhet. Ja, nem is ide kell beállnom, hülye gyerek, hát figyeljél már. Komposzt, hát elméletileg, na itt mutat buritest. Komposzt itt nem elfogadott. Ja. Hát egy próbát megért. Ide biztos, hogy nem kell komposzt. Befejezte a munkát. A segítő. Ja, mindegy, megnézem a... Nem a kóba, hanem a másik. Esetleg még a... Az állatkereskedésbe, az állat, nem tudom. Komposzt. Mihez kellhet a komposzt az üvegházon kívül? Ugye szokott lenni Na várjatok, így nincs leírva. Pékség, fonóüzem, farmer. Hát megnézem ezt a farmert. Ez nem tudom, hogy hol van. Farmer. Jó. Kellene ki a farmernek. Reméljük kell. Mert itt szoktam bemenni, igaz? Hát ha már itt vagyok, akkor megnézem ezt. Bár a pékségben minek kéne komposzt, de hát általában ezek a pékségesek, ezek mindent is vesznek. Jó, komposzt itt nem elfogadott. Hát most lukra nyúltam. Na, hogy kell ide bemenni? Ez nem kapu? Nem, ott van egy kapu. Baszki, hát innen hogy lehet kijönni? Akkor csak betolni lehet, mi? Már feladja az ürítési lehetőség. Ohoho! Huszonhat ezer ezért a kevésért? A gyerekek!
Hát ez nem is kérdés. Ez barom jól fizet. Mennyit? Két lapáttal raktam bele, azt hiszem. Ez 12 000-é 26 000. Ennyárébb. Hát dupláját kapom. Már 700 000-nél tartok. Jaj, ott meg jön velem szembe egy. Majdnem összepuszíkodtam, mert elbámulszkodtam. Hogy vibrál az út. A farmer. Reméljük úgy járok, mint a izénál. A faaprítéknél, hogy összeszedem, aztán most fogja majd kiírni, hogy vittem neki egy kis ízelítőt. Most majd mindjárt kiírja, hogy hűha, főment az ára. Gyorsan elugrok, megnézem, hogy teljesen befejezte a vetést. De úgy tűnik, hogy szép munkát végzett most az egyszer kivételesen. Azt mondja, hogy jó, jó, jó. Mindegyik szántást igényel, mindegyik föld. Csak az enyém van megszántva, megganyézva. Fasza. Jó, most egyelőre ezzel nem is fogok foglalkozni. Még annyit fogok majd megcsinálni, hogyha már így meg sikerült találnom minden eladási pontot, hogy akkor a kombányt ezt le fogom cserélni, mindahogyan. Rakom az elejébe. Hú, ez a csőre idegesítő. Itt azért van ám anyag. Mennyit ide ortam üzemanyagot, meg mindent. Sok szalma. Na. Másik billentyű, egér billentyű. Buria, buria, kend. A szallagon is van még, azt miért nem adta ki? Pedig az üzemanyagot nem akartam elfogadni. Tehát nem üzemanyag gond volt itt, ami miatt nem... Nem adta ki a szallagról, az lehet, hogy amúgy is rajta volt már. Ez ilyen izé dekoráció csak. Jó. Farát megraktuk szépen. Nincs rajta kijelző, a másik, vagy hát általában ezeken szokott lenni ilyen kijelző, hogy meddig van. Hát aztán nem is olyan sok. Kicsit csalók ez a mennyiség. Közben elmozgattam az izét, a rálátást, a képernyőt, mert az egérrel pakolom.
Aztán húzigálni kell jobbra-balra. Nem mi a fene, még a végén egy pútba belefér, ami itt van mennyiség. Vaj, hogy beugrik a cső alá a kamera nézet. Közben kaptam egy kommentet is a Metro Last Light alá. Úgyhogy örülök neki, hogy azt is nézik. Nem csinálom ok nélkül. Na várjatok, hogyha innen nézem, akkor nem ugrik be a kamera nézet. Na ez az 1000 liter már nem fér bele. Nem is baj. Megnézem mindjárt körülbelül, hogy ja, közben itt nyomkodom ám ízét a hakkal, hanem az alertet. A szubot. Olyan kiírja itt nekem, hogy mennyi van benne. De nem hiszem. Nem. Ja, mindegy, már nem sok lehet. Ja, nem itt. Itt azt mondja, hogy komposzt még. Üzemanyag hulladék nincs, üzemanyag. Mi az, hogy üzemanyag van? Benne 14.940 liter. És még ennyi komposztom lenne, 41.000. Hát ezt nem teljesen értem, várja. Input fuel. Input fuel. Bemenő üzemanyag 90. 10. Késztermék komposzt. 41%, 41.000, akkor még annyi van. Nem tudom, most ezt pontosan nem tudom így értelmezni. Milyen üzemanyag maradt itt? Mi az, hogy üzemanyag? A komposztáló nem ad üzemanyagot. 14.000 litert. Vagy mennyi? Mindegy. Hát, hogyha ez most 47.000, és ha annyit fizet legalább, mint az előbb, akkor kell kapnom legalább... Ide kell jönnöm, jó. Hát majdnem 100 000-et. Ezért az anyagért. Így. Ha minden igaz. Száz ötezer, apukám. Na, ez már megérte.
Van 800 ezrem. Na, azt mondja, hogy... Garazs! Gyere! Most mit csinálok? Eladom. Mondjuk vissza is állíthattam volna, többet kapok érte. Hülye gyerek, most már mindegy. Így, bútba. Én megyek a bútba. Röptibe. Légvonalba. Milyen traktorom van? Ezé, klassz. Vagy mi? Steyr. Hát, Steyr. Hát, baromi jól állok, úgyhogy... Gyere velem, New Holland, én sem megyek sehova. Ehhez egy vágóasztal, önjárós természetesen. Na, melyik is az önjárós? Ez. Kombájnokra erősítve. Jó. Fasz, ha egyikhez se írja, hogy melyik az önjárós, de... Szerintem ez. Vagy ez. Hát, mindegy. Megnézem. Álljál meg felé, ezt itt hagyom. Ó, ez az önjárós fasza. Na jó van, gyerekek. Köszönöm szépen a megtekintést, akkor garantáltam még egy rész el lesz ebből a Farming Simulator 17-es Moonlight-os mentésből. Így. Arra is sok-sok szeretettel várlak titeket. Az utolsó részre, majd a finálére, de most már, ahogy látjátok, még így is, hogy megvettem az új kombányt, így is maradt 481 ezrem. Ezen kívül még pluszba van némi kis komposztom, amit el lehet hozni eladásra, úgyhogy még mindig vígan 500 000 fölött fogok lenni pénzügyileg. Mert ugye az a virág az még, a repce az még nagyon jó fog nekem fizetni. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Elköszönök, szevasztok!